poloska invázió a lakásokban. Erről fogunk most beszélgetni, és remélem, hogy a megoldásokról is szó lesz majd. Itt van már velem a stúdióban Korányi Dávid, a Szent István Egyetem rovartani tanszékének munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen állatok ezek a kedves kis poloskák? Itt hozott nekünk egy pár mintapéldányt. Még élő példányokról van szó, nem kedveljük őket. Így igaz, valóban nem. Különösen így az ősz beálltánál már egyre többen jelennek meg ezek az állatok. Érdemes tudni róluk, mind a két faj, mert ez két külön faj, invazív, tehát ezek az elmúlt egy-két évtizedben jelentek meg hazánkban, és az utóbbi két-három évben okoznak különösen problémát, főleg ami éppen a kézben van, ez az ázsiai márványos poloska. Ezek a sötét barna színűek, ezek károsak, vagy mit okoznak, vagy terjesztenek esetleg mondjuk betegségeket, miért nem szeretjük őket? Humán egészségügyi szempontból nem jelentenek problémát, bár a bűzös váladékuk egyeseknél allergiás reakciókat kiválthatnak. Ami gond lehet, az a növénytermesztésben történik meg, ugyanis ott akár almatermésűekben, barackban, zöldségkultúrákban eladhatatlanná teheti a termést. Ilyen szempontból problémát jelent. Itt én most, ahogy megfogtam ezeket a kis üvegcséket, már érzem ezt a kellemetlen szagot. Hogyan lehet mondjuk őket akkor eltüntetni a lakásokból, vagy mikor jelennek meg először a lakásokban? A lakásokban így, amikor az első hidegek jelentkeznek, ilyen kora ősszel, már megjelenhetnek az állatok. Ezek az állatok telelőhelyet keresnek ilyenkor. Amit lehet ellenük tenni, az nyílászároknak a védelme, az a legfontosabb, mert ugye ezeket az állatokat lehet akár minden háztartási boltban kapható készítménnyel írtani, de ez csak egy rövid távú megoldás. A legcélszerűbb az, ha nyílászárokat védjük, és ha bejön az állat, akkor összesöpörjük, és eltávolítjuk a lakásból őket. Egyelőre ez a lehetőség van. Itt most mutatom ezt a zöld változatát, őket talán kevésbé látjuk a lakásokban. Igen, bejöhetnek, ők a 2000-es évek elején jelentek meg, feltétlenül Afrikából érkeztek hozzánk, ez a vándorpoloska, rokonfaj, de leginkább az ázsiai márványos poloska az, ami tömeges lakásokban. Talán még nem látjuk ezeket az állatokat a lakásokban, hogyha megjelennek, hogyan lehet őket mondjuk távol tartani, vagy mik azok a praktikák, ahogy ők kimaradjanak a lakásokból? Hát amit említettem, a szúnyogháló alkalmazása, a lakás rendszeres ellenőrzése, az ilyen zugok, függönyök, sarkok, nyílászárok réseinek átkutatása, az állatok összesöprése. Hát inkább az összesöprést alkalmaznám én, mert ugye ha porszívózzuk vagy agyonütjük az állatot, akkor ez az állat büdös szagot áraszt ki magából, az kellemetlen. Tehát elsősorban ezt tudnám javasolni, illetve kertünkben, teraszunkon, balkonnövényeken megfigyelni a leveleket, és ha látunk sűrűn egymás mellé tapasztott tojás csomókat, akkor azokat a leveleket célszerű eltávolítani, hogy ne kelljen ki belőle az újabb. Vannak ezek a mindenféle fújós vegyszerek, amivel hangyát is szoktak írtani, vagy különböző ilyen kisebb bogarakat kiírthatunk. Ezeket jó alkalmazni a poloskára, vagy lehet alkalmazni a poloskára? Lehet. Tehát ezek a kontakthatású idegmérgek, úgymond, amik ezeknek a szereknek a hatóanyagai. Elpusztítja az állatot, de mint említettem, ha nincsen levédve a nyilázáró, akkor újabb hullámok jöhetnek, és akkor újra meg újra meg kell ismételni ezt a folyamatot. Tehát használható ellene, igen, de célszerű védeni a ablakokat, ajtókat is. Tavaly sajnos én is sokat találkoztam a poloskákkal, és tényleg nagyon nehéz volt őket távol tartani. Melyek azok az állatok, amik még így megjelenhetnek ilyen invazív, erőteljes módon a lakásokban? Ami még megjelenhet, hát ugye sokat emlegetik mostanában az ázsiai katicabogarat, vagy harlekin katicabogarat, ezek tömegesen telelőre húzódhatnak lakásokba. Ők veszélyesek, vagy ugyanolyan úgymond ártalmatlanok, mint a poloskák? Olyan szempontból ezek is veszélyesek lehetnek, hogy ezek is védelem szempontjából ilyen váladékot választanak ki a testükből, ami egyes embereknél allergiás reakciót idézhet elő, de inkább itt is a közérzetnek a rontásán van a hangsúly, mint a poloskák esetében, vagy bármely más állat esetében. Őket milyen módszerrel érdemes eltakarítani mondjuk az ablakzugokból? Hát
talán hasonlóképpen, mint a poloskákat. Itt az előbb már véletlenül a poloska helyett csótányt próbáltam mondani, talán a földszinti lakásokban ez is egy megjelenő állat lehet. Ők rájuk hogyan kell odafigyelni, vagy miben más, mint mondjuk a poloska vagy a katica? Hát a csótány az ugye inkább szaladgál, rendkívül gyors, és különféle maradékokat, korhadékokat fogyaszthat. Hát odafigyelés szempontjából talán annyi, hogy ugye ez az állat a földön mozog, de ugyanakkor ő akkor általában nem mutatkozik, amikor vagy falakon mozog, amikor mi ébren vagyunk, vagy világos van, ő inkább éjszaka szokott közlekedni. Nem tudom még mit érdemes említenem velük kapcsolatban. Szokták kihívni a gázmestereket, amikor tömegesen ellepik a lakást, de amúgy embert ő sem bánt. Tehát, nem veszélyes állat. Még egy olyan rovar talán, aki sokat szerepel mondjuk a konyhákban, ez pedig a hangya. És őket én úgy tapasztaltam, hogy talán nyáron jelennek meg inkább, mint télen. Miért van ez így? Nyáron is, bár van úgy, hogy tavasszal is. Hát talán úgy lehet, mint a darazsaknál, hogy ugye vannak a dolgozók, van a királynő, és talán ez a periódus az, amikor a legnagyobb egyed számát éri el a kolónia, és a legintenzívebben keresik a táplálékot, ugye ez a darazsaknál is megfigyelhető így nyár végén, és feltehetően ez lett az oka, bár én már láttam, hogy koratavasszal megjelentek a lakásban, elkezdenek táplálék után kajtatni az állatok, és viszik vissza a úgymond fészkükbe. Akkor igen. Talán ezeket a táplálékforrásokat kell mondjuk megszüntetni, tehát ne tegyük ki mondjuk a süteményt a konyhaasztalra. Őket milyen szerekkel érdemes távol tartani a konyhánktól? Hasonló szerek, mint akár a poloskát, akár a csótányt, vagy a katicabogarat, tehát ezek a spré fújós készítmények segíthetnek, illetve vannak ilyen hangyacsalétkek is, amiket kihelyez az ember, és már eleve a csalétekben lévő étel mérgezett, és azokat hordja be a fészekbe. Hát ilyen egyszerű készítményekkel, igen. Itt hozott még nekünk különböző poloskákat, ők már nem élnek. Milyen típusaik vannak, vagy akkor hazánkban milyen típusokat ismerünk itt a két bemutatott fajtán kívül? Igen, hát legjobb, ha talán a faj kifejezést használjuk, ugye Magyarországon több mint 800, sőt 900 fajuk fordul elő, rendkívül változatosak. Ezek, amik tömegesen jelen vannak, ezek az úgynevezett címeres poloskák családjába tartoznak, de vannak kifejezetten hasznos poloskáink is, amelyek a ragadozók, és növényvédelemben fontos szerepet töltenek be a kártevők gyérítésében. Ilyen egészen apró, jó repülő fajokról beszélünk. Tehát sok fajuk van, és az életmódjuk rendkívül változatos. És ezeket könnyen felismerjük, vagy eltérőek az itt bemutatott poloskától? Tehát hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy a hasznos poloskákat is esetleg eltüntessük a kertből? Viszonylag jól elkülöníthető ez a két állat, ami gondot okoz. Amit még itt lehet látni, talán a nyugati levéllábú poloska, ő is még bekerülhet lakásba, de szintén a széles lábáról, hosszúkás alkatáról föl lehet ismerni. A márványos poloskát és a vándorpoloskát szintén. Van egy-két őshonos faj, de a színezet a egyes bégek alapján nagyon könnyen el lehet különíteni. Talán most még itt szeptember közepén járva most kell elkezdeni a poloskák elleni felkészülést, vagy hát a lakásnak, a védelmének a kialakítását. Nagyon szépen köszönöm, Dávid, hogy itt volt velünk, nagyon és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.